korlátok nélküli fakitermelés. Ez végzetes hiba. Ezzel a felütéssel szerveztek tüntetést zöld civil szervezetek a Magyar Tudományos Akadémia épülete elé tegnap délutára a fakivágások ellen. A demonstrációt annak ellenére is megtartották, hogy Nagy István agrárminiszter egy nappal korábban a Facebook oldalán egy fátölelőképpel jelentette be. Megtiltja a hazai erdők tarkivágását és a fészkelési időben történő fakitermelést. A környezetvédők és a tiltakozók szerint ez azonban nem elégséges. A kormány rendelet teljes visszavonását követelték, és azt ígérték, hogy egészen addig szerveznek a tegnapihoz hasonló megmozdulásokat, amíg ez nem történik meg. A több mint 40 civil szervezet által támogatott eseményen az Index becslései szerint mintegy 1000 fő vett részt. A témában tehát itt van már a stúdióban velem Keresztes László Lóránt, az LMP országgyűlési képviselője. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Azt látjuk, hogy a tűzifa rendelet kapcsán és annak életbe lépése óta azért rövid idő alatt tényleg nagyon gyorsan változások léptek életbe. Ez részint köszönhető a szakmai szervezeteknek és a lakosságnak, részint ugye akár az önök munkásságának is, viszont a jelenlegi álláspont még mindig azt mutatja, hogy nem 100%-osan elégedettek a következményekkel. Valóban egy óriási társadalmi felháborodást okozott teljesen joggal az az erdőirtó rendelet, amit nem olyan rég fogadott el a kormány, és valóban ez a felháborodás ez cselekvésbe is ki tudott futni. Ugye tegnap is volt egy fontos tüntetés, amit a zöld civil szervezetek szerveztek, illetve a múlt héten pénteken az LMP Magyarország zöld pártja szervezett szintén egy tüntetést, ott is több ezren voltak, illetve különböző petíciókat indítottunk el. Ezt most már mondhatjuk, hogy nem csak több tízezren, de már százezrek írták alá. És ezért így mondhatjuk, hogy a közös fellépésünk okán sikerült egy nagyon fontos csatát megnyernünk. Tehát konkrétan ami történt, hogy az erdőirtó rendelet megjelenése után a tiltakozások hatására tegnap előtt az agrárminiszter, a felelős agrárminiszter kiadott egy miniszteri utasítást, ami konkrétan megtiltja ennek a rendeletnek az alkalmazását, ugyanakkor csak az állami erdőkre vonatkoztatva. Igen, ez egy érdekes kérdés, és arra is kérném, hogy tegyük ezt tisztába, mert közben ugye kiderült, hogy az utasítás önmagában az nem egy jogi szabályozási rendszer, akkor mire jó, vagy mire alkalmazható egyáltalán? Az biztos, hogy ezt a rendeletet, ezt nem tudja felülírni a miniszteri utasítás. Ő annyit tud tenni, hogy az állami erdők területén nem engedi, hogy ezt a rendeletet végrehajtsák. Ugye ez egy igen faramuci helyzet, ezzel gyakorlatilag a miniszter elismerte, hogy az a rendelet, az valóban óriási hiba annak a rendeletnek az elfogadása, és ő annyit tett egyelőre, hogy ezt így megtiltották, de ugye a magánerdők vagy az önkormányzati tulajdonú erdők esetében ez nem korlátozza azokat a lépéseket, amik előtt sajnos kinyitotta az utat ez a kormányrendelet. Ez azt jelenti, hogy akkor a magánerdők tulajdonosai gyakorlatilag saját hatáskörben dönthetnek a rendelet szabályozása szerint arról, hogy akkor ők további vagy nagyobb mértékű fakitermelésbe kezdenek? Nagyon leegyszerűsítve lehet azt mondani, hogy sajnos ennek kinyitotta ez a helyzet, az a jogi helyzet kinyitotta a lehetőséget. Ezért is fontosak a tüntetések. Fontos volt a tegnapi civil tüntetés, és nagyon fontos, hogy mi az Alkotmánybírósághoz fordulunk. Most már tényleg egy-két nap van hátra, hogy az összes aláírást összegyűjtjük, hiszen nem csak mi állítjuk azt, de például a jövő nemzedékek szószólója, az ombudsman helyettes is egy elég világos levélben elmondta az álláspontját, hogy ez az erdőirtó rendelet az ő meglátása szerint már rövid távon is ellentétes az alaptörvény rendelkezéseivel, illetve hosszabb távon akár visszafordíthatatlan környezetpusztítást is okozhat. De nagyon fontos, hogy kifejezte a tiltakozását a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége is. Ugye ez egy olyan nagy önkormányzati szövetség, ami a magyarországi települések több mint felét egybegyűjti, és ennek amúgy fideszes elnöke írta alá azt a levelet, amit a miniszterelnöknek címeztek, és ők is azt kérték, hogy ezt a rendeletet vonják vissza. Úgyhogy azt tudjuk mondani, hogy ez egy óriási siker, egy óriási győzelem, hogy ezt a csatát megnyertük, de úgymond háborút is meg kell nyernünk. Tehát a célunk az, hogy ezt a rendeletet vonják vissza, hiszen a számos olyan rendelkezés tartalmaz még, ami óriási kockázatokat jelent, egyébként a gyermekeink jövőjére nézve. Arra kérem, hogy egy picit vizsgáljuk meg a másik oldalt is, ami ugye arról szól, hogy a kormány egyértelműen kijelentett, hogy ez a rendelet, ez veszélyhelyzet esetére érvényes, mely veszélyhelyzet jelenleg nincs életben, vagy legalábbis most még csak egy feltételezésről beszélhetünk. Miközben ugye a számok azt mutatják, hogy a mindennapi gyakorlatban, ha jól tudom, pontosan talán 13 millió köbméter fa áll rendelkezésre a kitermelése tűzifa céllal. Tehát akkor mondjuk, ha ezt a mértéket túllépjük, akkor lép életbe ez az említett veszélyhelyzet, amire a rendelet vonatkozik, vagy egyáltalán mikortól számít veszélyhelyzetnek? Itt nagyon komoly ellentmondásokba került a kormány, és egyébként kormánypárti, mondjuk, hogy a propaganda szerep.
nyilatkozók. Itt én azt gondolom, hogy abból kell kiindulni, hogy elolvassuk ezt a rendeletet, és ez a rendelet ez világosan elmondja, hogy önmagában egyébként, ami hatályban van, hogy még természetvédelmi területeken is engedélyezte ezt a tarvágást. Tehát ezzel ellentétes volt ez a bizonyos miniszteri rendelkezés. Tehát ezért is fontos, hogy ezt a magát a rendeletet tudjuk elérni, hogy ezt visszavonják. Nagyon fontos, hogy itt a vegetáció időszakban történő fakitermelés továbbra is benne van, erre továbbra is lehetőség van, és egyébként ez a rendelet, ami egészen elképesztő, ez még azt sem tartalmazta, hogy az ilyen módon kitermelt tűzifát, az kizárólag lakossági célra lehessen felhasználni, és egyébként ez is egy nagyon komoly aggályunk, alkotmányossági aggályunk, hiszen egyértelműen kimutatható, hogy a jelenlegi veszélyhelyzeti rendelkezések mentén is ez a fajta rendelet, ez messze túlterjeszkedett azon, mind amire felhatalmazása volt a kormánynak. És nyilván nagyon komoly alkotmányos aggályunk az is, hogy ez a rendelet, illetve az rendelet által kinyitott cselekvés, az konkrétan a jövő nemzedékek jogait sérti, nagyon leegyszerűsítve megfogalmazva. Ezért kell mindent megtennünk azért, hogy ezt a rendeletet vonják vissza, és egyébként tanulunk kell a helyzetből, és egyébként ezt pozitívan kell viszonyulnunk hozzá, hogy még ebben a helyzetben is van értelme bizony a tiltakozásnak, van értelme tüntetést szervezni, és én szeretném innét is megköszönni mindenkinek, aki ebben a fontos ügyben kiállt, azoknak a tízezreknek, százezreknek, akik aláírták a petíciót, vagy azoknak, akik a múlt pénteki tüntetésünkön ott voltak több ezeren, vagy akik a tegnapi tüntetéseken, és természetesen köszönjük mind a civil szervezeteknek, szakmai szereplőknek, akik elmondták azt nagyon világosan a magyar társadalomnak, hogy milyen súlyos veszélyeket hordoz ez a felelőtlen rendelet. Igen, ráadásul, hogyha jók az információm, akkor az is jól látszik, hogy többségében fiatalok voltak ott ezen a tiltakozáson, és tényleg számukra a jövő egyértelműen fontos, és hiszen az élhető környezetet szeretnék biztosítani saját maguknak, viszont hogyha a jelent vizsgáljuk, és azokat a háztartásokat, akik számára az, hogy mondjuk fával szeretnének idén fűteni, vagy a közeljövőben, mennyire egyáltalán aktuális vagy valós probléma az, hogy ezeknek a háztartásoknak a száma olyan mértékben fog növekedni, ami miatt esetleg egy magasabb mértékű fakitermelés lesz szükség, hiszen az átállás az vélhetően nem egyik pillanatról a másikra megy, tehát hogyha nekünk otthon más típusú fűtési rendszerünk van, akkor én abban nem fogok tudni ágakat, gajakat, rönköket dugdosni, hiszen arra alkalmatlan a rendszer. Tehát hogy ez a változás ez ilyen mértékben képes lenne egyébként elindulni a gyakorlatban? Most az a helyzet egyébként, hogy a szakemberek, a témában megnyilatkozó szakemberek is egyértelművé tették, és egyébként a zöld civil szervezetek is, hogy ők nem a fakitermelés ellen vannak, ugye erdőgazdálkodás felelős módon az mindig is volt, és mindig is lesz, és ez fontos, sőt, még ők is elfogadják azt, hogy itt indokolt lehet ennek az intenzitásának a növelése. Ugyanakkor az az ő nagyon világos álláspontjuk, amivel mi is egyetértünk, hogy ezt az amúgy fontos szabályozások keretein belül is meg lehet tenni. Tehát a többlet tűzifa igényt biztosítani lehet úgy is, hogy nem veszélyeztetjük a védett erdőket. És egyébként itt egy óriási hibának tartjuk azt, hogy ezek a viták elmaradtak eddig, és a kormány ilyen felelőtlenül hoz döntéseket. Én fontosnak tartom azt, hogy egyrészt tiltakozzunk, ezt a rendeletet megakadályozunk, hogy a rendeletet visszavonassuk, másrészt megpróbáljunk a megoldások irányába elmozdulni. Én magam, ugye a Fenntartható Fejlődés Bizottságának az elnökeként egy rendkívüli ülést kezdeményeztem, és meghívtam miniszter urat, az agrárminisztert, egyrészt hogy az erdő irtó rendelettel kapcsolatban, hogy adjon számot ezzel kapcsolatban, hogy milyen módon készítették ezt elő, és hogy lehetőség legyen egyébként szakmai szereplőkkel a kérdést megvitatni. Kapod? És a másik oldalról hasonlóképpen az aszályhelyzet, a vízválság kapcsán is szeretnénk meghallgatni miniszter urat. Egyelőre hivatalos választ nem kaptam, de annyit talán nem árulok el kulisszatitkot, hogy egy olyan jelzést kaptam, hogy pozitívan viszonyult ez a miniszter. Tehát egyelőre még nyilván keresik a megfelelő időpontot, de egy olyan jelzést kaptam, hogy el fog jönni az agrárminiszter erre az ülésre, és már kaptam a zöld szervezetek némelyikétől is jelzést, hogyha meg tud valósulni ez az ülés, akkor ők is eljönnek. Tehát nekem törekvésem volt az, hogy a bizottság, a Fenntartható Fejlődés Bizottság egy keretet adjon arra, hogy a szakmai szervezetek, a civil szervezetek és a döntéshozók egy asztalhoz tudjanak ülni, és végre egy konstruktív vita keretén belül megpróbálják a legjobb megoldásokat megtalálni. És egyébként ez fontos az erdőirtórendelettel kapcsolatban is, vagy a fakitermeléssel kapcsolatban, de nagyon-nagyon fontos a jelenlegi aszályhelyzet kezelésével kapcsolatban is. Hogyha már egyébként az iparágat nézzük, akkor ott azért viszont egyértelműen kimondták azt az érintett felek, hogy nagyon jó a kezdeményezés, és értik a problémát, mert hogy egyébként az erdészet
szakemberek is már egy sokkal finomabb, kifinomultabb megoldás pártján vannak, de ennek ellenére viszont kapacitás és emberhiányban szenvednek, tehát hogy vélhetően az óriási mértékű fakitermelést egyébként meg se tudnák valósítani a gyakorlatban. Ez valóban így van, és nyilván azt gondolom, hogy tudják az emberek többsége, hogy a frissen vágott fával nem is lehet ezen a télen tüzelni. Tehát nyilván a megoldásokat meg kell keresni, mindenkinek meg kell adni a segítséget, hogy az előttünk álló valószínűleg nagyon-nagyon nehéz tél esetén mindenki megkaphassa azt a támogatást, ugyanakkor nem lehet olyan egyébként indokolatlan lépéseket tenni, amivel feléjük a jövőt. Tehát nyilván nagyon-nagyon fontos, hogy segítsük az embereket, és hogy tényleg át tudjuk vészelni ezt az időszakot, de a jövő generációkra is gondolni kell, és bizony végre látnia kell a kormánynak azokat az összefüggéseket, hogy milyen mértékű most a klímaváltozás, milyen hatásokat gyakorol az országra, milyen fontos szerepe van az erdőknek. Ugye láthatunk egy nagyon brutális aszály helyzetet, tragikus a helyzet, látunk egy elképesztő vízhiányt, és bizony itt is ezek a kérdések összefüggésben vannak az erdőknek. Nagyon-nagyon fontos szerepe van a víz megtartás szempontjából, fontos szerepük van a klímaváltozás hatásai szempontjából. Tehát végre el kell jutnunk odáig, hogy hát bizony sok-sok eltékozott évtized után egy felelős politizálás induljon el, egy felelős kormányzás induljon el, és olyan intézkedések megtörténjenek, mint például a víz megtartó vízgazdálkodás, ami segít minket felkészülni erre a rendkívül nehéz, és mondhatjuk, hogy a válságok korszakával, ezzel a névvel is leírható időszakra. Csak nagyon röviden, mert pár másodpercenk maradt, és nem tudom, hogy találkozott-e azzal a hírrel, hogy Lengyelországban a kormány lazított a tűzifa gyűjtési szabályokon. És hogy nem tudom, hogy Magyarországon milyen rendszer van erre, de hogyha ez kizárólag a lakosságra lenne szűkítve, ahol amikor az ember fogja magát és elmegy arra a területre, ahol ez engedélyezett, és a kivágott, már kivágott fákat, lehullott gajakat összeszedi. Ez nem tudom, bevett gyakorlat például itthon Magyarországon, vagy egy ilyen enyhítő lépés az segítség lenne azok számára, akiknek szüksége van tűzifára? Nyilván ennek is vannak fenntarthatósági összefüggései, de nagyon-nagyon fontos, hogy valóban arra fókuszáljunk, hogy a lakosságnak tudjunk segíteni, és ehhez egyébként a szakemberek szerint megvannak a lehetőségek, úgyhogy nem ütközünk ezekkel a fontos ökológiai szempontokkal. Keresztes úr, köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel, és beszélgettünk a témában.